A táplálkozásról és a diétáról tartott előadást Szabó György a legutóbb Pócsmegyeren. A házi orvos a divatirányzatokról is szót ejtett. Az előadáson elhangzott elvek és fogalmak segítettek jobban megérteni a táplálkozás lényegét a résztvevőknek. A következők, hogy milyen forrása van az ételnek, tehát hogy milyen forrásból kapjuk az élelmiszereket. Ugye ez növényi, állati, gomba, baktérium és szintetikus forrású lehet. Nézzük külön a növényeket, ugye egy gyümölcs, termés, mag, levél, rügy, gyökér, stb. Igazából tehát semmi extra nincsen, ezt mindenki tudja, ez inkább csak ilyen ismétlése a dolgoknak. Az állati elsősorban az izom és a belsőségek, de ugyanúgy lehetnek mirigyek, akkor mindenféle pultestű állatok, ízeltlábúak és minden, ami mozog. Ja, szokták így viccesen mondani, hogy a kínaiak mindent megesznek, ami mozog, és ízesítik azzal, ami nem. Tehát itt mi most tulajdonképpen itt a forrásokat nézzük át. Emellett Szabó György szerint a baktériumok és a gombák is lehetnek táplálékok. A házi orvos minden szegmensét körbejárva mutatta be az étkezést a pócsmegyerieknek. A táplálékok bemutatása után egyből rátért az emésztésre. Kifejtette, hogy a szájból indul el, ott kezdődik feldolgozódni a tápanyag, a bélcsatornáik különböző fázisokon megy át a falat, amit lenyelünk. Van, ami lugos, van, ami savas. Lényeg az, hogy sokrétűen gyakorlatilag mindent felemészt, mindent megemészt az emésztő rendszerünk. Az emésztés azt jelenti, hogy apró részekre bontja, amit utána föl tud használni energiának, vagy valamilyen más módon építőkőnek. És akkor felszívódik, raktároz. Az emésztő rendszernek van egy nagyon fontos szerepe, ez a méregtelenítés, amiről majd egy kicsit később beszélünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a tápcsatornának. A cukor és a só használatáról is szó esett. Kiemelte, hogy ha úgy használjuk mindkettőt, amire való ízesítéshez, akkor semmi probléma nem lesz. Ha ételként fogyasztjuk, akkor viszont veszélyes. A sejtek helyes működéséhez kell a só, a nátrium és a kálium megfelelő aránya stimulálja. Ha hiányzik a nátrium, akkor nem fog megfelelően működni. Az izzadás miatt sok sót veszthetünk, nagy melegben fontos pótolni. Nem kell félni tőle, be kell vinni a sót. Nyilván az, hogy most ülök és egy uborkát úgy megsózok, hogy gyakorlatilag kikristályosodik a tetején a só, az nem egészséges. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy a só a legolyanabb élelmiszer, amit érzünk, hogy szükség van rá. Tehát azt úgy érezzük, hogy kell, és akkor az ember eszi. Amikor pár éve a nyári nagy melegbe közölték, hogy ne együnk sót, mert milyen veszélyes és hogy fölviszi a vérnyomást. Én úgy gondolom, hogy ez merénylet volt az emberiséggel szemben. Az időseknél gyakori a folsav és a B12 hiányállapot. A B12-t injekció formájában vagy gyomorsav ellen védett állapotban juttatják be a szervezetbe. A bélcsatornában jó, ha felszívódik. A folsavat szintén a bélbaktériumok termelik, jó hatása van a vérképzésre. Terhes nőknél megfigyelhető például, hogy ha kevés a folsav, akkor a gyerek alultáplált marad. És nem a vérszegénység miatt, hanem azért, mert a folsav az megnyitja azokat a kis kapukat, amin keresztül a tápanyag a placentán a babába át tud menni. És hát bennünk is ugyanezek a mechanizmusok működnek, akarjuk, nem akarjuk, csak nem a placentában, az agyunkban például, vagy a többi szervünkben. Az alkohol szerinte rengeteg kalóriát tartalmaz, gyorsan és jól hasznosul. Ecetet hoz létre a szervezet által, amiből energia lesz. Nagy Sándor például a katonáit ecetes borral itatta, hogy legyen energiájuk harcolni. Viszont ha fogyókúráról van szó, hátráltató tényező lehet. A búza nagyon érdekes dolog, mert a búza gyengén mérgező valami, tehát egy olyan mag, ami a benne levő dolgok miatt gyengén mérgező, ami nem lenyom bennünket, hanem pont, hogy fölpörgeti a szervezetet, arra kényszeríti, hogy raktározza a kalóriákat, és emiatt ahelyett, hogy lenyomna, fölpörget. Vannak olyan mérgek, amik szépen fogyók, krómot például etetnek az emberekkel, nagyon szépen lehet fogyni tőle, vagy a dohányzástól is lehet fogyni. Ugye ezek mind olyan mérgek, amik tényleg fogyasztanak. A búza meg pont ellenkezőleg az meggyűjti. Nyilván egy cöliákiás, tehát aki
nagyon súlyos a gluténérzékeny, az fogy tőle, de aki meg nem, az meg hízik tőle. Tehát, hogy pont az ellenkező hatást érjük el. A házi orvos hozzátette azt is, hogy néha érdemes böjtölni. A napi böjt arról szól szerinte, hogy eszünk napi háromszor, és az evések között nem eszünk, hanem vizet iszunk. A vízivás segít abban, hogy a felgyűlt csalakanyagok távozzanak a szervezetből. Ugye a böjtnél az a lényeg, hogy a víz, amit én megiszom, az föloldja a salakanyagokat, segít a salakanyagok kiürülését, például a mindenféle ilyen bomlástermékek, húgysav, meg egyebek, ennek az ürülését segíti, de gyakorlatilag ezzel a hullámzással én az építő és a bontó fázist tudom, illetve az ürítő fázist tudom valamilyen szinten rendbe rakni. Ráadásul ugye ezt kisgyerekeknél látjuk elsősorban, hogy ha ő folyamatosan eszik, akkor fáj a hasa. Az előadást azzal zárta, hogy a kövérség mindig a tudatlanság miatt van. Szerinte a diétát úgy érdemes csinálni, hogy ne azonnal és gyorsan fogyjunk, hanem fokozatosan a szervezetünket megkímélve.